Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. Kedves testvéreim, advent első hetének péntekén, e hajnali órában jöttünk el az Úristen házába, hogy ezen a Rorate Szentmisén együtt imádkozzunk, együtt ünnepeljünk, együtt készüljünk az Úr eljövetelére, az ő megérkezésére a mi szívünkbe. Első péntek lévén ezt a szentmisét azokért az elhunytakért ajánljuk föl, akikért a kedves testvérek a mise szándékot kérték, fölajánlották. Az Úristen adjon elhunytjainknak örök nyugodalmat az ő országában. Mi pedig, hogy tiszta lélekkel tudjunk a mai reggelen ünnepelni, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz! Istenünk, mutasd meg hatalmad erejét, kérünk, jöjj hozzánk és oltalmazz, hogy rosszra való hajlandóságunk veszedelmeitől megszabaduljunk, és kegyelmedből üdvözüljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Ízaiás próféta könyvéből. A prófétája által szól az Úr. Még egy nagyon kis idő, és nem de gyümölcsös kert lesz Libanon? A gyümölcsös kert meg erdővé terebélyesedik? Azon a napon a süketek is meghallják az írás szavát, a vakok szeme pedig látásra nyílik a sötét homály után. A szelidek ismét örvendeznek az Úrban, és a szegények újonganak Izrael szentjében. Mert a zsarnok elvész, a gúnyolódó kipusztul, és kiirtatnak mindazok, akik gonoszat forralnak, akik gonoszul megrágalmaznak másokat, akik becsapják a bírót, ha pörre mennek, és az igazat alaptanulul megfosztják jogától. Ezért mondja az Úr, Jákob házának Istene, aki megváltotta Ábrahámot, nem szégyenül meg többé Jákob, és arca nem sápad el többé, mert látni fogja, amit kezem végbe vitt körükben, és szentnek hirdeti nevemet. Valóban szentnek magasztalják majd Jákob szentjét, és félve tisztelik Izrael Istenét. Akkor a tévelygő lelkűek bölcsességet tanulnak, és a zúgolódók elfogadják a fegyelmet. Ez az Isten igéje. Válaszos Zsoltár, világosságom az Isten, ő az üdvösségem. Világosságom az Isten, ő az üdvösségem. Világosságom az Isten,
világosságom és üdvösségem az Úr, kitől félnék? Életem oltalmazója az Úr, kitől rettegnék? Világosságom az Isten, ő az üdvösségem. Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam, hogy az Úr házában lakjam életem minden napján, hogy élvezhessem az Úr örömét, és szemlélhessem szent templomát. Világosságom az Isten, ő az üdvös. Hiszem, hogy meglátom az Úr javait, az élők földjét. Remélj az Úrban, bátran cselekedj, szíved legyen erős, és bízzál az Úrban. Világosságom az Isten, ő az üdvös. Istenünk hatalommal érkezik, és megadja szolgáinak a tisztán látást. Alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Tanító útján egyik alkalommal két vak követte Jézust. Egyre ezt kiáltozták: könyörülj rajtunk, Dávid fia! Amint hazaérkezett, bementek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok? Hisszük, Uram, felelték azok. Akkor megérintette szemüket, és így szólt: legyen a hitetek szerint. Erre megnyílt a szemük, Jézus pedig rájuk parancsolt: vigyázzatok, ezt senki meg ne tudja. Ám azok elmenvén elhíresztelték a dolgot az egész vidéken. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim! Az adventi időszakban különös módon alkalmunk van elmélkedni a világosságról, mint szimbólumról. Mai szentírási részek Jézust, mint a fényt, mint a világ világosságát állítják elénk. Az egész adventi időszak arra hív bennünket, hogy ismerjük föl az ő világosságát, hogy lépjünk be ebbe a világosságba. Az adventi koszorú fénye is erre emlékeztet bennünket, ahogy haladunk előre az adventi vasárnapok sorában, egyre több gyertyát gyújtunk meg, és egyre több kellene, hogy legyen a fény, a világosság, az Isten szeretete, az Isten kegyelme, annak befogadása, ami szívünkbe, lelkünkbe. Jézus nyilvános működésének megkezdésével kapcsolatban Szent Máté evangélista Izaiás prófétát idézi: a nép, amely sötétségben ült, nagy világosságot látott. Világosság támadt azoknak, akik a halál országában és árnyékában ülnek, írja Izaiás ebben a jól ismert részben. De a mai olvasmányban is Izaiás arról beszél, hogy az Isten hogyan önt reményt a csüggedőkbe, hogy lelki gyógyulást ad az embernek. Azon a napon a süketek is meghallják az írás szavát,
a vakok szeme pedig látásra nyílik a sötét homály után. Meghallani az Isten szavát, és felnyitni a szemünket. Keresztény életünknek ez a feladata, ez a programja. Emlékezzünk csak arra, hogy negyedik evangélista Szent János szerint Jézus elsősorban azért jött, hogy megnyissa a szemünket az üdvösség titkának a felismerésére. János evangélium 9. fejezetében olvassuk, azért jöttem a világba, hogy ítéletet tartsak, hogy akik nem látnak, azok lássanak, és akik látnak, azok vakok legyenek. Hiszen, testvéreim, sokszor éppen az a probléma, hogy azt gondolja az ember, hogy lát, hogy mindent tud, hogy a jó úton halad, hogy minden rendben van, fölmentjük magunkat, ahelyett, hogy őszinte bűnbánatot tartanánk, ahelyett, hogy hagynánk, hogy az Úr világossága belépjen a szívünkbe, megvilágosítsa életünknek a sötét részeit, sötét sarkait is, hogy az ő fénye megtisztítson minket. A két vak meggyógyításáról szóló mai evangéliumi szakasz fontos üzenetet hordoz számunkra. Két vak azt kiáltozza, könyörülj rajtunk, Dávid fia. Megvallják, hogy Jézus a Messiás, és irgalmat, bűnbocsánatot kérnek tőle elsősorban. Különös módon a testi vakság, amely rájuk nehezedik, egyfajta belső látásra segíti őket. Hisznek Jézusban, olyannyira hisznek, hogy követik őt. Bár vakok, ez nem lehetett könnyű számukra, de utána mennek. Sőt, még egészen a szállásáig kísérik, bemennek hozzá. És Jézus ott kérdezi meg tőlük, hogy hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok? És csak amikor azt válaszolják, hogy hisszük, Uram, akkor mondja, hogy legyen a hitetek szerint. Jézus tőlünk is megkérdezi, hogy hiszünk-e benne, hisszük-e, hogy ő tud segíteni rajtunk. Hisszük-e, hogy ő hatalmasabb minden problémánknál, minden szenvedésnél, minden nehézségnél, hatalmasabb ennél a világjárványnál, az emberiségre leselkedő bármiféle nehézségnél, tragédiánál. Hisszük, Uram, ez a válasz kell, hogy legyen az ajkunkon, de elsősorban a szívünkben és életünk cselekedeteiben kell ezt megmutatnunk. A két vak példájából kitűnik, hogy alázatossággal, bűnbánattal, ugyanakkor álhatatossággal tudunk közeledni az Úrhoz. Jézus nem tesz ott csodát, ahol bizonyítékokat követelnek tőle, a nép vezetői, vagy a farizeusok, vagy mások. Nem azért tesz csodát, mert felszólítják, hogy mutasd meg, hogy ki vagy. A hit az, a hitnek a közege az, amelyben Jézus csodát tesz. Hinni kell, hogy Jézus a javunkat akarja, és biztosítja is mindazt, amire szükségünk van. De szükségünk van egy nagyfokú álhatatosságra, hogy ez a kérés a nehézségben, a bajban, a hétköznapok szürkeségében is ott legyen a szívünkben, ahogyan a vakok is kitartóan követték Jézust. Testvéreim, az adventi idő segítsen minket, hogy kilépjünk a világ és a magunk önzőségéből eredő sötétségünkből, és belépjünk Krisztus világosságába. Tartsunk őszinte bűnbánatot, végezzük el töredelmesen Szent Jónásunkat. Tartsunk ki akkor is a hitben, az imádságban, a szeretetben, amikor ez nehéz, amikor senki más nem teszi. Akkor is higgyük, hogy Jézus tud segíteni rajtunk. Egyedül ő tud segíteni rajtunk. Amen. Testvéreim, Urunk eljövetelét várjuk. Ő az, akire a népek várakoznak, ő a világ megváltója. Terjesszük eléje bizalommal kéréseinket. Ébreszd fel, Urunk, lelkünkben a vágyat, hogy sóvárogva várjuk elővendő dicsőségedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áraszt kegyelmedet Ferenc pápánkra, főpásztorainkra és papjainkra. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd a népek vezetőit a világ békéjének eredményes munkálásában. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vigasztald a betegeket, a szenvedőket és a bajba jutottakat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adventi imádságunk
és bűnbánatunk hozza meg mindnyájunk számára karácsony örömét és békéjét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, örök pásztorunk, aki ajándékait sokszínűségével és gazdagságával építed, a szereteted erejével kormányzod egyházadat, add az apostolok bölcsességét és szeretetét László kinevezett püspökünknek, aki a pécsi egyházmegye közösségének vezetésére hívtál, hogy közöttünk jó pásztorként, az élő Krisztus képmásaként lássa el szolgálatát. Kérünk téged, hallgass meg! Kérünk, Istenünk, irgalmas jóságod oltalmazza könyörgő népedet, segítsd földi életének adventi zarándok útján, hogy kegyelmettől kísérve boldogan elérhesse az örök élet beteljesülését, Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kedvesnek az áldozatot, mert minden kicséretére és kicsőségére mindannyiunk és az egészen. Kérünk, Istenünk, engeszteljenek ki alázatos imádságaink és felajánlott adományaink, és habár érdemeink elégtelenek, megbocsátó jóságoddal siess segítségünkre, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött. Teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját. Hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség ura Istenem, dicsőséget betölti a mennyet is. Hozsanna magasságban, a haldon, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, és hittel van egy feltámadásodat. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünk élet. Ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki jössz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram,
nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Mozgon mellemben,
könyörögjünk. Lelki eledellel tápláltál minket, Istenünk, könyörögve kérünk, e szentségben való részesedés által taníts meg minket arra, hogy a földi dolgokról okosan gondolkodjunk, és az égiekhez ragaszkodjunk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Most a szentmise végén elhuntjainkért imádkozunk az úgynevezett lucernárium szertartásban, ami szintén a fényre utal, Krisztus világosságára, amit a húsvéti gyertya, amelyet meggyújtottunk, jelképez számunkra. Testvéreim, a feltámadt Krisztust jelképező húsvéti gyertya előtt emlékezzünk meg elhunyt szeretteinkről. Az élők és a holtak világát a feltámadt Krisztus köti össze. Az ő világossága utat mutat nekünk, a földi élet zarándok útját járó híveknek az ég felé. Elhunyt testvéreink számára pedig fényeskedik, mint örök világosság. Ezért a halottakra való emlékezésünk nem gyász és szomorkodás, hanem átcsillan rajta az örök élet hite és a feltámadás reménye. Hiszem a test feltámadását és az örök életet. Imádkozzuk és valljuk az apostolok hitével. Ebben a hitben és reményben emlékezzünk most az örök hazába elköltözött testvéreinkről. Testvéreim, Krisztus titokzatos testében az egyházban mindnyájan felelősek vagyunk egymásért. Ezért könyörögjünk mennyei atyánkhoz a szenvedő egyház tagjaiért. Könyörülj, Urunk, elhunyt lelki pásztorainkon, add, hogy akik papként szolgáltak, részesüljenek a mennyei Isten dicséret örömében. Könyörülj, Urunk, elhunyt szüleinken, add, hogy akik nekünk a földi életet adták, kegyelmedből az örök élet boldogságában részesüljenek. Könyörülj, Urunk, elhunyt testvéreinken, gyermekeinken, rokonainkon, barátainkon és jótevőinken. Add, hogy akikhez itt a földön szeretet fűzött bennünket, a más világon élvezhessék a te örök szeretetedet. Könyörgünk, Urunk, a háborúk áldozataiért. Add, hogy akik annyit szenvedtek és életüket áldozták másokért, megbocsátó irgalmadból nyugodjanak örök békében. Könyörgünk, Urunk, azokért, akikről külön senki sem emlékezik meg, vezesd őket szent angyalaid által az égi hazába. Könyörgünk, Urunk, a feltámadás reményében elhunyt minden testvérünkért, engedd őket jóságosan,
szent színed látására. Végül könyörgünk, Urunk, saját magunkért, ad, hogy az utolsó ítélet napján az áldottak sorában lehessünk. Teremtő Istenünk, élők és holtak Ura, Te a magad képmására teremtetted az embert, és örök szeretetedben gyermekeddé fogadtad. A kísértésben elbukott embert szent fiad halálával fölemelted, és Krisztus feltámadása óta a mi halálunk sem reménytelen elmúlás. Erősen hisszük, hogy mi, akik a keresztség által fiad halálába temetkeztünk, feltámadásában is részesedünk. Könyörgünk hozzád azokért, akik már megjárták az élet útját, és átléptek a halál kapuján. Irgalmasságot szabadítsa ki őket a tisztulás helyéről, vidd őket országodba, ahol már nincsen többé sem könny, sem panasz, sem fájdalom, hanem örökké tartó boldogság. Minket pedig, akik ma megholtjainkról emlékezünk, vezess, hogy hitünk szerint éljünk. Add, hogy amikor elérkezik földi életünk utolsó órája, irgalmas bíróra találjunk szent fiadban, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Most pedig imádkozzunk Jézus szavaival elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk! Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság, nyugodjanak békességben. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen. Tisztas és méhében, a nasz által.